Ferenc pápa és munkatársai nagybőti lelki gyakorlaton. A Fratello közösség zarándokjai Rómában. Előkerült egy elveszettnek hitt 17. századi Giorgio Vasari festmény. Itt a római riportokban. A pápa a vatikáni kúria bíborosaival és érsekeivel együtt a Rómától egy órányira lévő Ariccei lelki gyakorlatos házba indult. Az őrség a kolostor kapujában várt rá, és köszöntötte őt a megérkezésekor. Bent a hely vezetője, a pálos család elöljárója fogadta. Az idei lelki gyakorlatot Bernardo Francesco Maria Gianni bencés szerzetes vezette, aki a firenzei San Miniato al Monte kolostor apátja. Az idei meditációs alkalmak központi témája az Istent keresni a városban volt. A néhány napos lelki gyakorlat, a házhoz tartozó nagy kert és a gyönyörű kilátás az Albano-tóra pihenést biztosított a pápának. Hanvazó szerdát Ferenc pápa hagyományosan a római Aventinus dombokon ünnepli. A Szent Anselm bazilikában a szertartás ezzel az imával vette kezdetét. Ferenc pápa ezek után részt vett azon a bűnbánati körmeneten, amely a közeli Szent Sabina bazilikába vezetett. Ferenc pápa a körmenetet mindig gyalog és teljes csendben teszi meg, ezzel is nyomatékosítva, hogy a bűnbánat útja lényegi eleme a nagybőti liturgiának. Szent beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy a nagybőjt életünk rendbetételében segíthet. Un richiamo a fermarsi, un fermati, ad andare all'essenziale, a digiunare dal superfluo che distrae. È una sveglia per l'anima. Arról is beszélt, hogy a nagybőjtben újra felfedezhetjük az élet ösvényét, ezért belső reflexióra hívott. Ognuno di noi può chiedersi nel cammino della vita. Cerco la rotta? O mi accontento di vivere alla giornata, pensando solo a star bene, a risolvere qualche problema e a divertirmi un po'? Qual è la rotta? A pápa szerint Isten a cél, és az életutunk hozzávisz. A hamu egy nagyon fontos szimbóluma annak, ami segíthet megtalálni a helyes irányt. Il lieve strato di cenere che riceveremo è per dirci con delicatezza e verità di tante cose che hai per la testa, dietro di cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Az egyházfő ezért arra hívta a keresztényeket, hogy többért éljenek, mint a látszat kultúrájáért, amely olyan, mintha a por után futnánk. A szentbeszéd után következett a hamvaszkodás. A pápa volt az első, akit a bazilika feje József Tomko bíboros hamuval megjelölt. Ezek után a kúria tagjai következtek. A nagybőjti időszakban a pápa arra bátorítja a keresztényeket, hogy térjenek meg Istenhez, és teljes szívvel éljék már itt az életüket, amely a halál után sem szűnik meg. Ferenc pápa találkozott az Amerikai Zsidó Bizottság képviselőivel. A bizottság az egyik legrégebbi zsidókat védő intézmény az Egyesült Államokban. A pápát a szervezet elnöke John Shapiro köszöntötte. Nagy öröm vezetőségünknek önnel találkozni, és kifejezni elismerésünket azért a különös kapcsolatért, amelyet a Szentszékkel ápolunk több mint fél évszázada. A pápa maga is kihangsúlyozta a zsidókkal való jó kapcsolat fontosságát. Újból elítélte az időről időre feltörő antiszemitizmus. Attualmente invece è per me fronte di grande preoccupazione la diffusione in più luoghi di un clima di cattiveria e di rabbia, nel quale attecchiscono perversi eccessi di odio. Penso in particolare alla recrudescenza barbara in vari paesi di attacchi antisemiti. A pápa azt is elmondta, hogy a keresztények nem lehetnek antiszemiták, mert azzal eredetüket tagadnák meg.
A találkozó során Ferenc pápa megragadta az alkalmat, hogy a Nemzetközi Nőnap kapcsán a női principiumról is szót ejtsen. Szerinte a béke a női gyengétségből születik meg. Oggi 8 marzo vorrei anche dire qualcosa sul contributo insostituibile della donna nel costruire un mondo che sia casa per tutti. La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Mi porta la grazia che fa nuove cose, l'abbraccio che include il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna. Végezetül a pápa kifejezte, hogy a béke megteremtésének és a gyűlölet feletti győzelemnek, beleértve az antiszemitizmust, a vallásközi párbeszéd a záloga. Ferenc pápa 6 éves pápasága alatt konkrét lépéseket is tett, hogy minél jobban bevonja és fontos szerephez juttassa a nőket az egyházban. Az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli exhortációjában kifejezetten arról beszél, hogy egyre szélesebb teret kell adni a női jelenlétnek az egyházban. Először is azzal kezdte, hogy bevet nőket olyan munkacsoportokba, amelyek hatással vannak az egyház életére és jövőjére. Úgy tűnik, a Vatikán kultúrája lassan átalakul. Míg évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő beszédet intézzen a globális püspökkari konferenciákhoz, ez most már valósággá vált. Valentina Alazraki újságíró a nemrég zajlott szexuális visszaélésekről szóló találkozón beszédet mondott a résztvevőknek. Fontos, hogy egyre több nő legyen döntési pozíciókban. A pápa nagyon jól látja, hogy a női szempontok csak gazdagítják az egyházat, és képesek az egyház sok mai problémáját megoldani. Ferenc pápa, amikor évekkel ezelőtt a brazíliai ifjúsági világtalálkozóról tért vissza, ezekről a témákról beszélt a sajtónak. Una chiesa senza le donne. È come il collegio apostolico senza Maria. Il ruolo della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, la mamma di famiglia, ma è più forte, è proprio l'icona della Vergine, della Madonna, quella che aiuta a crescere la Chiesa. A víziója a nőkről sokkal több, mint a feleség, az anya, a dolgozó nő. Mindenek felett az a személy, aki képes a hitet továbbadni. Ferenc pápa a hit továbbadásáról Paraguayban is beszélt, vagy akkor is, amikor Rómában ukrán nőkkel találkozott. Valentina szerint fontos témája Ferenc pápának, hogy az egyház anya is. L'importante è che la Chiesa sia donna, che abbia questo atteggiamento di sposa e di madre. Quando dimentichiamo questo, è una chiesa maschile. Senza questa dimensione, e tristemente diventa una chiesa di sittelli, che vivono in questo isolamento, incapaci dell'amore, incapaci della fecondità. Valentina szerint a nőkben van elég erő ahhoz, hogy jobbá tegyék az egyházat. Mindig a gondolkodásunk megváltoztatását kéri, ami persze a legnehezebb, mert nem elég csupán a nőket tenni fontos döntéshozói pozíciókba, a férfiak gondolkodását is meg kell változtatni az egyházon belül és kívül egyaránt. Ferenc pápa számtalanszor emelte fel a szavát a soviniszta életstílus ellen, amely sok kultúrában van jelen, és amelytől sok nő szenved. A pápa mindig hangsúlyozta, hogy a világunkban a nők azok, akik gyengétséget, együttérzést hoznak, legyen szó világi vagy egyházi környezetről. Ferenc pápa részt vett egy a Vatikánban megrendezett találkozón, amelynek témája a vallások szerepe az ENSZ által kezdeményezett fenntartható fejlődési keretrendszer 2030 projektben. Az eseményre a szakemberek mellett a más vallások képviselői is Rómába érkeztek. Ringraziamo di cuore
Szívből köszönjük ezt a kihallgatást, amelyet ön nagylelkűen biztosított számunkra ma délelőtt. A pápa ismételten felszólalt a benszülöttek védelmében. Vivendo in aree quali l'Amazzonia e l'Artico aiutano a proteggere circa l'80% della biodiversità del pianeta. Per questi motivi la loro voce e le loro preoccupazioni dovrebbero essere al centro dell'attuazione dell'Agenda 2030 e al centro della ricerca di nuove strade per un futuro sostenibile. Az egyházfő szerint ahhoz, hogy a bolygónkon esett károkat orvosolni tudjuk, küzdeni kell az egyenlőtlenségek ellen, hogy senkit serekesszünk ki, és a vallásokat tiszteletben tartsuk. Le religioni possono aiutarci a camminare sulla via di un reale sviluppo integrale che è il nuovo nome della pace. A Vatikán még idén tovább keresi és kutatja a környezet megóvásának a kérdését egy újabb szinóduson. Ezek az arándokok a Fratello, azaz testvér elnevezésű, világszerte elterjedt szervezet tagjai, amelynek célkitűzése a legnagyobb szükséget szenvedők megsegítése. Az arándokok a párizsi Szent Ambrus plébániáról érkeztek, ahol hajlékot biztosítanak, vagy házakat keresnek a mély szegénységben élőknek. A nehézségben élő embereket akarjuk összehozni, hogy így segítsünk a szegényeken, az utcán élőkön, vagy akik elszigetelten élnek. Zarándoklatuk érdekessége, hogy mindenki imádkozik egy-egy olyan személyért, aki nem tudott eljönni. A Fratello szervezet pedig senkit sem szegénynek vagy hajléktalannak tekint, akiken segít, hanem családtagnak. Nem a hajléktalant látjuk benne, hanem a testvérünket, nővérünket. Egyesek közülünk tehetősebbek, de arra figyelünk, hogyan tudunk együtt élni, hogyan tudjuk a másikat segíteni, hogy visszatérjen az életbe. A csoport tagjainak nagyon fontos volt, hogy lássák a pápát, aki megerősítette őket az elköteleződésükben. Mi támogatjuk őt, mert szeretnénk ezt tenni a plébániánkon, amit évek óta teszünk, és ő is támogat bennünket lelkileg és az imádságán keresztül. A zarándok csoport még folytatja útját az örökvárosban. Tanúságtételükkel arra bátorítanak mindenkit, hogy segítsen a szegényeken. Philip Barbaren bíborost, Lyon érsekét 6 hónap börtönre ítélték, mert egyházmegyéjében egy pedofil pap ellen nem indított eljárást. A papot, Bernard Prenatot 1986 és 1991 között 8 rendben találták bűnösnek kiskorúak elleni vétségben. A bíróság szerint Barbaren bíboros tudott az esetről már 2014-ben, de semmit nem tett a pap elmozdításáért 2015-ig. Az ügyészség úgy találta, hogy a bűncselekmény elévült, ezért nem vitte tovább az ügyet. A lyoni büntetőjogi bíróság azonban másként döntött, és 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az érseket. Röviddel azután, hogy Barbaren bíboros megkapta az ítéletet, bejelentette, hogy Rómába utazik és beadja lemondását Ferenc pápánál. Elfogadom a bíróság döntését. Függetlenül attól, hogy mi történik velem, megismétlem együttérzésemet az áldozatok és családjaik iránt, akiket imáimról biztosítok. Úgy döntöttem, hogy elmegyek a Szentatyához és beadom a lemondásomat. Pár napon belül fogadni fog. A bíboros ügyvédje elmondta, hogy fellebbeznek. Philip Barbaren bíboros a legmagasabb rangú egyházi személy Franciaországban, aki ellen vádat emeltek szexuális zaklatások ügyében.
Tabassum, egy pakisztáni keresztény ügyvéd, most egy olyan keresztény lány esetével foglalkozik, akit azért dobtak ki az ablakon, mert nem akart muszlim vallásra áttérni és feleségül menni egy muszlimhoz. Tanulmányai alatt saját életében is megtapasztalta a vallási diszkriminációt, amelyet Pakisztánban naponta átélnek a kisebbségek. Egyetlen keresztényként az iskolában sok atrocitás érte. Egy muszlim fiú, inkább nem mondanám a nevét, azt mondta, hogy te keresztény vagy, de én szerelmes vagyok beléd, és én elveszlek feleségül, de ahhoz át kell térned a vallásomra. Erre nemet mondtam, mert én katolikus vagyok. És miért kellene? Annyira megnehezítette a helyzetemet, hogy abba kellett hagyni a tanulmányaimat. Azt mondta nekem, hogy nem tudod, ki vagyok. Én egy rádzsa vagyok. Ez egy pakisztáni kaszt. És majd, ha elmész egyetemre, akkor a barátaimmal eljövünk és elrabolunk. A pakisztáni keresztények számára Ashia Bibi szabadonbocsátása mérföldkőnek számít a vallási fundamentalizmus felszámolásában. De sok más eszköznek kell érvényesülnie, hogy az úgynevezett istenkáromlási törvénnyel ne lehessen visszaélni. Az istenkáromlás elleni törvényt 1986-ban léptették életbe Pakisztánban, aminek következtében legalább 224 keresztényt vádoltak meg ártatlanul. Sokan a személyes bosszú eszközeként használták. Még mindig 25 keresztény van emiatt börtönben, 23 esetben pedig bírósági tárgyalásra sem került sor, mert a vád után azonnal meggyilkolták őket. Pontosan 60 éve történt, hogy a Vatikán betiltotta Szent Faustina üzenetét az isteni irgalmasságról, és el kellett távolítani az isteni irgalmasság képeit. Most, 60 évvel később, a Vatikánban levetítették a Szent Faustináról szóló új Szeretet és irgalmasság című dokudrámát. A híres szent és az isteni irgalmasság ábrázolását megőrző szereplők életét mutatja be a film. A film olyan eddig ismeretlen tényeket és nemrégiben közzétett iratokat mutat be, valamint egy új tudományos analízist, ami pontos egyezést mutat az isteni irgalmasság Krisztus arca és a torinói lepelen felfedezhető arckép között. Salvatore de Giorgi bíboros szerint Szent Faustina kinyilatkoztatása hangsúlyozza Isten nagy irgalmát. Közvetlenül Jézustól kapta meg a legnagyobb és legörömtelibb evangéliumi üzenetet, miszerint Isten irgalmas. Kamila Kaminska a filmben Szent Faustinát alakító lengyel színésznő számára a legnagyobb hatást az apáca álhatatossága és engedelmessége jelentette. Bízik benne. Számomra azért csodálatos, mert mindenki hallgathat Istenre, de nem mindenki akar rá hallgatni, és mindenkinek van feladata az életben. A film készítői remélik, hogy az alkotás előmozdítja az irgalmasságot, amit Isten Szent Faustina által nyilatkoztatott ki az egész világnak. A Szeretet és irgalmasság című film világszerte látható lesz a mozikban. Panamában az ifjúsági világ találkozó alatt is megtekinthető volt. Giorgio Vasari 1553-ban festett képe, a keresztet hordozó Jézus váratlanul felbukkant egy aukción az Egyesült Államokban. A festménynek a 17. században nyoma veszett. A jelenlegi tulajdonos, egy ismeretlen amerikai, június 30-ig kölcsönadta a festményt a római Corsini galériának. 400 évvel azután, hogy egy firenzei műhelyben restaurálták, ismét visszakerült Rómába. A 16. században az egyik leggazdagabb római bankár és műgyűjtő, Bindo Altoviti rendelte meg a képet. Ő volt a 16. században a legjelentősebb bankár és műkincsvásárló Rómában. Nagy formátumú ember volt. A házába fogadta Vasarit arra az időre, amíg festette a keresztet hordozó Jézus képét és a villa díszítését. Ezt a híres festményt elveszettnek hitték egészen a múlt évig, amikor Hartfordban egy amerikai aukción felbukkant. Altoviti annyira szerette a művészetet, hogy még a híres Raffaello is lefestette őt. Michelangelo is ajándékozott neki egy másolatot a Sixtus kápolna egyik vázlatáról. A festmény kézről kézre vándorolt egészen addig, amíg a történészek szem előtt évesztették.
Az utolsó információnk erről a festményről a 17. századból származik. Átkerült a Savoya család gyűjteményébe, mivel Bindo Altoviti gyűjteményének nagy része szintén ehhez a családhoz került. Innen a 17. század közepén valószínűleg Franciaországba vándorolt. Ettől kezdve semmit nem lehetett tudni a festményről. Mi történhetett a közben eltelt időben? Egyenlőre nyomokban sem ismerjük, milyen viszonttagságokon ment keresztül. 1553-ban Giorgio Vasari megörökíti naplójában, hogy az egyik leggazdagabb római megbízta a festmény elkészítésével. Biztos nem gondolta, hogy műve 400 évvel később az Atlanti-óceán túloldalán bukkan majd fel, és azt sem, hogy egy nagylelkű vásárlónak köszönhetően kiállítják majd az örökvárosban, ahonnan útjára indult. Következő adásunkban bemutatjuk, hogyan segítette az embereket Jorge Mario Bergoglio az argentin diktatúra alatt. Itt a Római Riportokban.